Egy gombostűt sem lehetett leejteni szerda este az Óbecsei Tán emlékházban, akkora volt az érdeklődés a Prosperitáti Alapítvány pályázat ismertetője iránt. Lukács Oszkár párjával épp a pályázat kiírása előtt vett ingatlant. A mostani házvásárlási támogatás újdonsága, hogy a 2023. június 1-e után megkötött adásvételi szerződéssel is lehet pályázni. De szeptemberben kölcsönhöz folyamodtunk, és így megvettük a házat, valamint kijött ugye a Prosperitátinak a házvásárlási pályázata, ahol kicsit elkeseredtünk, mivel nem tudtunk részt venni. Tegnap láttuk meg ezt az örömhírt, hogy mégis tudunk pályázni, úgyhogy ez számunkra hatalmas öröm és lehetőség, mivel így tiszta lappal tudunk indulni, amennyiben ugye sikerül a pályázat. Egyéni vállalkozók, mikro- és kisvállalkozások eszközbeszerzésére is lehet pályázni. Az adai Szalma Sándor papucskészítő mester eddig kétszer élt a lehetőséggel, most egy 15 ezer eurós fejlesztést tervez. Tovább akarok fejleszteni, tulajdonképpen hát szintén varrógépet szeretnék, meg egy komolyabb kompresszort, mert mindenhez nekem muszáj levegőt használnom. A harmadik pályázattal bejegyzett mezőgazdasági termelők fejlesztéseit támogatják. Károly Ervin óbecsei agrármérnök sem először szeretne élni ezzel a lehetőséggel, most egy pótkocsit venne. Jön erőben nagyon nehezen tudunk érvényesülni mai napon, tehát egyelőre a helyzet nagyon nehézkes Szerbiában, de hát a Prosperitáti segítségével sokkal szebb a kilátás. A Prosperitáti Alapítvány korábbi pályázatain az óbecseiek kimagaslóan teljesítettek. 1410 nyertes pályázat 15 millió eurónyi támogatás lehívását eredményezte. A sikeres pályázatok 10%-a Óbecse községből érkezett. Nagyon jelentős ez a részvétel. Ez meg azzal magyarázható, hogy hát a Becsei község az egyik legerősebb, legjobb termőfölddel rendelkező község Vajdaságban. Nyilván a mezőgazdasági termelők itt nagyon aktívak, és hát ez az adottság a gazdáknak a pályázási kedvében is meglátszott. A pályázat ismertető következő állomása pénteken 18 órakor lesz Török Kanizsán a helyi közösség termében.